Én is ilyen hideg vízben. Tehát én is ilyen hideg vízben merítkeztem meg. Én szeretnélek feltenni neked néhány kérdést a hited felől, jó, Katika? Hiszed azt, hogy Jézus Krisztus testben megszületett? Hiszed azt, hogy megbocsátott az összes bűneidet? Kedves Katika, meddig akarod őt követni? Mindörökké. Amen. Halleluja. Szeretnénk kérni egy igét, és a édesapa, milyen ige van most a szívedben? Gyere, jó, mondjad, édesapa, milyen ige van most a szívedben? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz a nőben, nem el ne veszem, hanem örök élete legyen. Amen. Így van, ez az arany ige, jó? Ez az ige lesz neked, lesz a te igéd, jó? Ne felejtsd el, hogy a bemerítkezéskor János 3.16 arany ige, jó? Oké? Fogd meg, légy szíves, a pásztoroknak a kezét. Kedves Katika, a te bizonyságtételed alapján a látható és a láthatatlan világ előtt mi most alámerítünk tégedet, megkeresztelünk téged a Názáret Jézus nevében, az Atyának, a Fiúnak és a drága Szent Szemenek a nevében. Üljél le nyugodtan, engedd le hátra magad, üljél le nyugodtan, így van, engedd hátra magad. Kedves Szilvia, Oké, a te hited felől szeretnénk kérdeklődni egy kicsit, jó? Kérdezem tőled azt, hogy hiszed azt, hogy a názáreti Jézus Krisztus testben megszületett? Igen. Hiszed, hogy megbocsájtotta az összes bűneidet? Igen. Meddig szeretnéd akarod őt követni? Mindörökké. Amen. A te hited és vallomásod alapján alá fogunk téged meríteni, de még mielőtt ezt megtennénk, kérnénk egy igét, jó? Tibor pásztor, adj egy igét nekünk, jó? Testvérünk egy igét, hogy amivel ő menjen. Halleluja. Titus Szózért levi a második fejezetében mondja Pál apostol, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden egyes ember számára, amely arra tanít, hogy megtagadva minden hitetlenséget, igazán és szentül és mértékletesül éljünk a jelen való világban. Amen. Ez a te igény, jó? A te bizonyságtételed alapján mi most alá fogunk téged meríteni a látható és a láthatatlan világ előtt. Nem jó, mert hátrafele nem jó. Állj fel, légy szíves, nem jó, így van, hanem ülj le nyugodtan. Ülj le, igen, ez az. Eljön asszony, csak gyere előre, így van. Alá merítünk téged az Atya, Fiú és a Szent Szellemnek a nevében. Amen. Erika, hogy megharcoltad ezeket a harcokat, és örülünk, hogy eljutottál oda, hogy beállj a vízbe és szövetséget kössél. Istennel felteszünk néhány kérdést a hitet felől. Hiszed azt, hogy Jézus Krisztus testben megszületett? Hiszed azt, hogy ő megbocsájtotta az összes bűneidet? Meddig szeretnéd őt követni, kedves testvérem? Mindkalálom. Ámen. Mindörökké. Nem halsz meg soha. Ámen. Tehát te meg dolgok, így köszön neked fejünket. Nem fogsz meghalni, mert örökké fogsz élni, ezt mondta Jézus. A te bizonyságtételed alapján mi alá fogunk meríteni téged, de először testvérünk ad neked egy igét, jó? Ámen. Ez az ige lesz az, ami elkísér majd tégedet mindvégén a földön. Sőt, légy bátor. Légy bátor, és én veled leszek, mint Mózes ellen voltam. Ámen.
a te bizonyságtételed alapján, így van, aztán majd le fogsz ülni hátra, jó? A te bizonyságtételed alapján a látható és a láthatatlan világ előtt mi most alá merítünk tégedet a Názáret Jézus nevében, az Atyának, a Fiúnak, a Szent Szellemnek a nevében. Amen. Üljél ennyire. Isten Szent Fiát Jézus, szereti jó, vitali jó, ő jött meg a mi bűneinkért, meggyülekszünk, bizonyítja, hogy Jézus él, mi vele. Van egy késői esőnk is, halleluja! Ah, nagyon örülök, gyere, már félek, hogy ne úgy gondolják. Ügyél hamarabb, mert nehogy meggondolja magad. Amen, hadd kérdezzük akkor itt két dolgot, jó? Adj még egy kis hangerőt erre a mikrofonon, mert nagyon kell kiabálni. Én meg már öreg kezdek lenni, meg már nincs hangom, be vagyok rekedve, jó? Kedves testvérem, szeretném megkérdezni a te hited felől, hogy hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus testben megszületett? Hiszed azt, hogy ő megbocsájtotta az összes bűneidet? Kedves testvérem, meddig akarod őt követni? Örökké. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Kedves testvérem, mi most alá fogunk meríteni tégedet a Jézus nevében, az Atya, Fiú, Szent Szellem nevében, de még mielőtt ezt megtennénk, szeretnénk neked adni egy csodálatos igét. Nem az éj, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Amen. Fogd meg a pásztor úrnak a kezét. Kedves testvérem, a te bizonyságtételed alapján mi is most alámerítünk tégedet. Az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében. Amen. Amen. Én az új ember.